Fiatalkorban sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen következményekkel járhatnak a cselekedeteink, de hogy hogyan is tudja ezt büntetni a bíróság, erről kérdezem Resán Dalmát. Először is tisztázzuk azt, hogy ki az, aki fiatalkorúnak számít. Büntetőjogi szempontból a 12. életévét már betöltött, de 18. életévét még be nem töltött személyeket kategorizáljuk fiatalkorúnak. Ezen belül is van egyébként egy elkülönítés. A 12. életévé és 14. életév közötti elkövetőket csak kirívóan súlyos esetekben bünteti a törvény. Abban az esetben, hogy ők fel tudják mérni azt a tetteik következményét, rendelkeznek a szükséges belátással ahhoz, hogy a bűncselekmények következményeit felmérjék, ebben az esetben büntethetőek, és csak a kirívóan súlyos bűncselekmények elkövetése esetén, mint például az emberölés, rablás, vagy a testi sértés súlyosabb esetei például. És ezért azt is fontos megemlíteni, hogy a bíróság nem mindig a legerősebb büntetést szabja ki rájuk, azért egy fokkal elnézőbb, mint a 18. életévüket betöltött elkövetőkkel. A szabadságvesztés büntetés csak abban az esetben lehet alkalmazni, hogyha már nincsen más lehetőség, nem lát más lehetőséget a bíróság arra, hogy helyes irányba terelje a fiatalkorút. Ezen kívül természetesen ugyanazok a büntetéstípusok vannak a fiatalkorúaknál is, mint a felnőttkorú elkövetőknél, azonban meghatározza a törvény például, hogy közérdekű munkát csak a 16. életév betöltését követően lehet alkalmazni, vagy pénzbüntetést csak akkor lehet kiszabni fiatalkorúval szemben, hogyha van megfelelő jövedelme, vagy megfelelő vagyona arra, hogy ezt meg tudja fizetni. Ezen kívül például a próbára bocsájtás bármilyen bűncselekmény elkövetése esetén alkalmazható. Sokszor talán nem azért nincsenek tisztában ezzel, mert fiatalkorúak, hanem azt hiszik, hogy ezeket, amiket elkövetnek, csak kisebb csínytevések, de ugye már komoly büntetést kaphatnak, akár egy lopásért is. Tehát szerintem kezdjük a legkisebb elkövetési módokkal. Ha a lopásokról beszélünk, sajnos nagyon gyakoriak, hogy a fiatalok bolti lopások miatt kerülnek a bíróság elé. Tipikusan 50 ezer forint alatti elkövetési értékre követik el ezeket a kisebb, bemegyek a boltba, elveszek egy csokoládét, elveszünk egy energiaitalt, és fizetés nélkül próbálják elhagyni a boltot. Abban az esetben, hogyha 50 ezer forint alatti értéket lop el valaki, tulajdonít el valaki, akkor szabálysértést követ el. Ha 50 ezer forint feletti értékű dolgot veszel mástól az elkövető, tehát lop el, akkor viszont bűncselekményről beszélhetünk, és természetesen a büntetési tétel innentől kezdve sokkal súlyosabb. És amit talán fontos megemlíteni, és sokan nem is tudnak róla, hogy az őrizetbevétel viszont nagyon könnyen szóba jöhet. Valóban, akár szabálysértéseknél is, tettenéréses eseteknél főleg, a rendőrség gyakran őrizetbe veszi az elkövetőt. Ez azt jelenti, hogy tettenérik ugye az áruházban akár a fiatalt, akár a felnőttkorú elkövetőt, kihívják a rendőrséget, és a rendőrség őrizetbe veszi ilyenkor gyorsított eljárás lefolytatása érdekében. 72 óráig tarthatja őrizetben a rendőrség az elkövetőt, és 72 órán belül kell őt bíróság elé állítani. Viszont ez azt jelenti, hogy adott esetben 72 óráig is rendőrségi fogdán lehet a 16 éves, egyébként büntetlen előéletű és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatal, pusztán azért, mert egy rágógumit szeretett volna elhozni a boltból fizetés nélkül. Úgyhogy azért is lehet ez problémás, mert mondjuk egy 17-18 éves fiatal, aki éppen a munkavállalás előtt áll, ugye neki ez már benne lesz az erkölcsi bizonyítványában is. Ez meghatározott ideig látszik, mert ami akár éveket is jelenthet, de utána tisztul az erkölcsi bizonyítvány. Viszont, hogyha ez idő alatt kell neki egy olyan munkahelyre jelentkezni, ahol kérnek tőle erkölcsi bizonyítványt, akkor sajnos benne lesz, hogy ő vele szemben volt büntető eljárás, volt büntetve, és akkor ez kellemetlenséget okozhat. Alapvetően a lopásos cselekményből indul ki a rablásos elkövetéses esetek nagy része is. Ugye itt is arról van szó, hogy valakitől elvesznek valamit. Ugye azt
az a fő elv, hogy ami nem, amilyen nem vesszük el, ha nem adják ide, akkor nyilván nem lehet elvenni. Rablásos esetekről akkor beszélhetünk, hogyha ez az elvételhez, vagy ahhoz, hogy elvegyünk valakitől valamit, egy erőszakos magatartás párosult. Szintén gyakori eset, hogy a fiatalok kerülnek rablás miatt bíróság elé sajnos, mert esti szórakozás, hétvégi buliban kérnek valakitől egy rágót, egy cigarettát, aki nem akar adni, kicsit meglökik, arrébb lökik, és úgy veszik el tőle ezt a dolgot, akkor innentől kezdve rögtön kifejtett egy erőszakot annak érdekében, hogy megszerezze a cigarettát mondjuk, és akkor már rablás miatt kerülhet bíróság elé. Ezt hogyan tudják szankcionálni? A lopás elkövetése esetén a törvény 2 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a cselekményt. Ez a büntetési tétel növekedhet abban az esetben például, hogyha csoportosan követik el. Ez azt jelenti, hogy legalább 3 fő vesz részt az elkövetésben. Itt azonban fontos tisztázni, hogy nem az kell, hogy mind a 3 fő tevőlegesen elkövesse ezt a lopást, hanem egyszerűen az is elég, hogyha ott vannak a helyszínen mind a 3-on, biztatják egymást, támogatják egymást ebbe a cselekmény elkövetésében. A rablást alapvetően 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény. Abban az esetben, hogy ez is csoportosan kerül elkövetésre, vagy például valamilyen fegyvert, vagy életkioltására alkalmas eszközt ki is tartanak maguknál az elkövetők, akkor ez a büntetési tétel emelkedhet, és akár 10 évig terjedő szabadságvesztés is büntethető. És ugye nem is kell eltulajdonítani valamit ahhoz, hogy valaki büntethető legyen, mert már csak egy magatartást is szankcionálhat a bíróság. Olyan eseteknél, amikor valaki kirívóan közönségellenes magatartást tanúsít, ami alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság szabálysértése miatt, vagy abban az esetben, hogyha ez a magatartáshoz valamilyen erőszakos magatartás is társul, akkor garázdaság bűncselekménye miatt kerülhet bíróság elé az elkövető. A szabálysértés és a bűncselekmény közötti különbség tehát az, hogy kifejte egy erőszakos magatartást az elkövető, vagy nem fejt ki. Ha valaki nyomdafestéket nem tűrő módon káromkodik, kiabál vagy óbégat közterületen, és ez másokban megbotránkozást keltő módon teszi, akkor garázdaság szabálysértése miatt kerülhet bíróság elé. Ebben az esetben ez akár elzárással is büntethető. Viszont, hogyha ugyanezt az esetet nézzük, csak ő közben például üveget vág a földhöz, vagy kukákat borongat fel, kukákat rugdos valahol, és ez észlelik mások, akkor viszont már kifejtett egy olyan erőszakot, dolog elleni erőszakot, ami miatt akár garázdaság bűncselekménye miatt kerülhet bíróság elé. Legvégére marad, de talán ez az, ami leginkább érinti a fiatalokat, ez pedig az iskolakerülés. Ezt hogyan lehet szankcionálni, hogyan lehet ellenőrizni, kit lehet felelősségre vonni? Amikor egy tanköteles diák nem vesz részt az iskolai kötelező tanórákon, akkor általában a szülő vagy a gyám felelőssége merülhet fel. Ugye az ő kötelessége az, hogy a gyerek iskolába járjon. Ugyanakkor ilyenkor nagyon fontos tisztázni azt, hogy ő tényleg felelőse azért, hogy a gyerek nem jár be az iskolában. Ha reggel elviszi, mindent megtesz annak érdekében, hogy részt vegyen az órákon, de a gyerek igazolatlanul eltávozik az iskolából, akkor ott vitatható, hogy megállapítható-e a szülő felelőssége. Viszont gyakran találkozunk olyan eseteknél, amikor a szülő tud róla, hogy a gyerek nem jár be az órákra, otthon van iskolaidőben. Ebben az esetben az édesanyja, édesapa vagy a gyám felelőssége megállapítható, közérdekű munkával vagy pénzbírsággal sújtható a cselekmény. Köszönjük szépen az információkat, a tárgyalóterem következő részét pedig jövő héten kedden láthatják.